Hogy mitől lesz aztán ez az eposz igazán barok, azt is érdemes megvizsgálni, ugyanis ezzel lesz teljes a kép a szigeti veszedelemről, illetve a szépségeit is erősen ez mutatja meg. Az egyik alapvető dolog, ami a barokban és a barok gondolkodásban elengedhetetlen, az az, hogy állandóan egybejátszik a valóság és a misztikus. A barok gondolkodás az, az a beleengedi a realitásba az irreálisat a kicsiségben a nagyságot, és szereti ezeket a feszítő ellentéteket. Ez az eposz képviseli ezt. Itt égi és földi hatalmak küzdenek a földiek csatározásába, erőse, erős befolyással lépnek be az égi hatalmak is. A másik jellemzője a baroknak, hogyha például barok homlokzatokat vagy freskókat nézünk templomokban, barok épületekben, az az illúziókeltésnek a szándéka. És ez megjelenik ebben az epozban is. Anélkül, hogy meghamisítaná a történelmet Zrínyi, hiszen az ődét papája kirohanásával elveszíti az életét, és az a csata elbugik, azt az illúziót képes kelteni, hogy mégis a keresztény Maroknyi csapat lesz a győztes, hiszen erkölcsileg egyrészt ők adnak győzelmet, másrészt a valós égi hatalmak eljönnek értük a bukásuk után, és dicsőségben mennek fel a mennybe. Tehát összejátszik valóság és ö, misztikum, az irreális és a reális, és illúziók születnek meg a szövegben. Jellemző még erre a barokk műre, hogy egymásba játszanak a műfajok és a műnemek. Lírai sajátosság például, amikor Skenderbék és Rezmán kávéznek, akkor háttérben egy lantos fiú játszik. Drámai mm, elemként jelenik meg a párveszédes részeknek a sokassága. Az epikát erősítik, a seregszemlék, a hosszas leírások. Zrínyinek a beszéde például abszolút retorikai Elem is a retorika igényeivel épül be a műbe. Barokvonás és elengedhetetlen, kihagyhatatlan barokvonás a műnek a monumentalitása. Egy iszonyatosan hosszú mű. És nem csak a mű egész terjedelme hosszú, hanem a sorai, a mondatai is hosszúak a szintén a monument, monumentalitást fokozza, hogy a, az egész török világgal áll szemben a keresztény Európa. Ez egy nagyon kifeszített, kinagyított dimenziója ennek a csatának. Aztán a, a festői képek, a túldíszített jelzők, itt, itt, minden leg. A keresztények a legjobb keresztények, a, a vitézek a legjobb vitézek, és főhősünk is a lehető legnagyszerűbb keresztény hős. A hős az abszolút példa Zrínyi Miklós 17. századi ö, olvasóinak arra, hogy hogyan kell korábban a török ellen helytállni. A Détpapa az atléta Kriszti, Krisztus katonája, megfellebbezhetetlen erkölcsökkel, mindenféle erkölcsi magaslat tetején ő áll. Ő a viszonyítási pont. Nagyszerű vezető, nagyszerű társ, nagyszerű hadvezér, nagyon gyors, nagyon éles elmély, ugyanakkor nagyon alázatos is. Tehát mindenből az értékeknek a maximumát birtokolja ez a hős. Ezért lesz a bukása nagyon tragikus, ám de jutalomként ugye a mennybe fog jutni, tehát nagyon felemelő is a halála. Élve azzal a retorikai fogással, hogy egy hősnek a nagyságát annál jobban ki tudom emelni, minél nagyszerűbb ellenfelet teszek az ellenpólusára. Ezzel a fogással az is él, és Szulimánnak a karakterét szintén nagyon erős karakteré formája. És akkor megint megteremti a baroknak a jellemző ellenpontozós, vagy ellentétes szerkesztő elvét. A két utolsó énekben szintén nagyon hatásos barok technikával érzrényi, mégpedig a barok festményekről ismerős fény- árnyék technikával, és azt mondja, hogy Gábriel az a fény fiainak a vezetője, Áldrán pedig a sötétségura, és a csatában az ő kettejüknek a küzdelme is bekapcsolódik. És szintén barok vonás az, ahogyan a vallás megjelenik az Epozban. Itt imákat látunk, Zrínyit például látjuk imádkozni a feszület előtt, ugye, akkor ez a feszületről Krisztus üzen is neki. Itt is az irreális és a reális egybejátszik. Aztán nagyon jellemző és abszolút tektenélhető a barok abban, hogy az invokációban, azaz a múzsa megszólításakor Zrínyi Szűzmáriát szólítja meg. Tehát nem valamelyik antik istennőt, nem valamelyik múzsát, hanem Szűzmáriát szólaltatja meg, és végül rengeteg angyal szerepel a műben, ami szintén tipikusan barokk vonása a művészeteknek.